A Tirpák Pulyák nevű csapat egyik legfiatalabb tagja is profin forgatja a krumpli lángost, míg a lányok és asszonyok gyúrták és sodrófával nyújtották, a fiúk a sparhelt mellett sütötték a finomságot, de ők is pontosan tudták, hogyan készül. Összetörtük a krumplit, ugye először megfőztük, utána összetörtük krumplitörővel, összegyúrták lisztel és kinyújtották is egy. És meg meglisztezték. Az 5. Tirpák Fesztiválon azok sem maradtak éhesek, akik igazán húsos ételekre vágytak. Pince pörkölt azért, mert egy tál étel, a köret és igazából a főétel, tehát a hús az edényben készült el. Úgy indítottuk az egészet, hogy füstölt császárszalonnát a hagymaágyon egy kicsit megpirítottuk, nagyon finom száraz kolbásszal, és akkor utána hozzátettük először a csülköt, majd a combot, felengedtük vízzel, és akkor utána megkapta a burgonyát, a vörösbort, és igazából ennyi, ebben nincsen fűszer, az alapanyagok adták ezt az ízt. És természetesen a desszertek sem maradhattak le a fesztivál étlapjáról, például a strudli. Ez egy olajban sült, kicsit leveles tészta jellegű étel, ami tölteléktől függően édes vagy sós, lehet bele krumplit rakni, krumplis túrót, illetve lekvárt. Itt most a krumplis és a lekváros változat készül. De más hagyományos sváb ételt is kóstolhattak az érdeklődők. Langalót készítünk, ez kenyérlángos. Azt kell róla tudni, mikor kenyeret dagasztottak, és kenyeret sütöttek, és éhes volt a család, a forró kenyeret még nem vágták fel, akkor a maradék tésztából tepsibe tették, vagy csak a lapáttal rá, tejföld, otthon a lévő dolgokat, szalonna, kolbász, rákerült, egy kis sajt, és be a sütőbe is gyorsan meg tudták enni. A régi Magyarország ízei rendezvényét azért hívták életre, hogy a Sóstói Múzeum falu ezzel is eleget tegyen annak a célkitűzésnek, hogy a lehető legátfogóbban és legszélesebb körben mutassa be a régi idők hagyományait. És ezért nagyon fontos a Sóstói Múzeumfalunak a küldetése, és nyugodtan mondhatom, hogy a Vármegyei Értéktárnak a küldetése is, mert valóban ezt az ősi tudást kívánjuk ápolni, és ezt az ősi tudást kívánjuk átadni majd az utánunk következő nemzedéknek, mert valóban az a régi parasztember, ő tudta azt, hogy hogy kell a természettel együtt élni. A rendezvény több mint egy falunap, az Árpád-kori falu rész is megtelik ilyenkor élettel. Idén középiskolások a vendégeink, akik középkori játékokat, ízeket, lovagi tornát és íjászatot is hoznak a múzeumfalu ezen részére is. Különlegesség ilyenkor az is, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének etnikumait is vendégül látjuk. Ilyenkor a múzeumfalu Tirpák portájára, Bokortanyákból érkeznek egyesületek, akik főzik a tirpák ételeket, és természetesen a németek azok, akik aktívan jelen szoktak lenni a múzeumfaluban. A hagyományok nem csak az ételekben jelentek meg a rendezvényen, hanem dalokban is, például a Bereg Daróci asszony kórus előadásában. Komám asszony kakasa, felugrott a kapura, mind az kukorékolja, szerelmes az asszonya. Hogy ne csak az ételek, hanem a zenei kínálat is változatos legyen, kora délután a Kelet Brass Band is koncertet adott a Sóstói Múzeum faluban megrendezett 5. régi Magyarország ízei gasztronómiai fesztiválon.